Nagypéntek, Jézus Krisztus kereszthalálára emlékeznek a keresztények. Új református templom Kisvárdán. 3 év alatt 134 millió forintból épült fel, és 130 fős gyülekezet befogadására alkalmas. Lengyel-magyar két jó barát, műveltségi vetélkedőt és kiállítást szerveztek Nyíregyházán a lengyel-magyar kapcsolatok ápolása érdekében. Jézus Krisztus kereszt halálára emlékeznek ma a keresztények nagypéntek napján, amely 2017 óta munkaszüneti nap. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A görög katolikusok ilyenkor sírba tételi veccsernyét tartanak. A Nyíregyházi Egyházmegye a Szent Miklós Székes Egyházban tartja központi szertartását, Mária Pócson pedig zarándoklattal emlékeztek meg Jézus Krisztus kereszt haláláról. Nagypéntek Jézus Krisztus kereszt halálának emléknapja, melyet Munkácsi Mihály is megörökített festményén. A megváltó az ellene hozott ítélet elfogadásával, szenvedésével és élete feloldozásával vállalta, hogy reményt adjon az örök életre. Krisztus nagyon tudatosan vette ezt magára, hogy azért, hogy nekünk jobb legyen, azért, hogy a mi bűneinket meg tudja váltani, azért, hogy mi emberek aztán, akik ettől az egészen biztos dologtól, a bűneinktől szenvedünk mindannyian. De hogy erre legyen nekünk megoldásunk, legyen egy isteni üzenetünk mégis, hogy nem kell megmaradni a bűneinkben, hanem azokat le lehet tenni az Isten elé. Ennek óriási komolysága van mindannyiunk számára. Akkor ünnepeljük jól, akkor vagyunk jól jelen a nagypénteki litúrián, vagy akkor éljük meg jól ezt az egészen, hogyha ebbe igazán beleéljük magunkat, hogy ő, aki ártatlan volt, aki csak jót tett az emberekkel, ő mégis hagyta, hogy egy gonosztevőként a legdurvább kínzási módszerrel vegyék el az életét. A görög katolikusok nagypéntek estéjén sírba tételi vecsernyével emlékeznek meg az Isten fiának kereszt haláláról. A szertartáson megéneklik Jézus Krisztus elárulásának történetét, és azt, hogyan jutott el keresztre feszítéséig. Ezt követően pedig jelképesen Jézus síri lepelénél imádkoznak a hívők. A szertartásnak a legszebb, talán a legmeghatóbb, vagy legmegfogóbb része az, amikor a szertartás végén a Plascsenyicával, az úgynevezett síri lepellel egy körmenetet teszünk a templom körül, vagy amikor visszaérünk a templom bejáratához, akkor felemeljük ezt a síri leplet, és alatta mennek be a hívek a templomba. Megalázkodva, meghajolva Krisztusnak a holtteste alatt gyakorlatilag, amit a Plascsenyica jelképez, így megyünk vissza a templomba, és utána utolsóként bevisszük a síri leplet, és elhelyezzük a sírban, a szent sírban, amielőtt aztán egész éjszakás virrasztás következik az egyházközségeink nagy részében, ahová a családok eljönnek, amit szeretünk egyébként mondani, hogy amúgy egy férfias feladat őrizni a sírt, ott lenni a sír mellett, odavinni a családunkat, odavinni a gondjainkat, bajainkat, kéréseinket Krisztus sírjához. A katolikus egyházakban nagy szombaton ünneplik a fény vigíliáját, majd vasárnap, mint a többi keresztény egyházban, Jézus feltámadását. Felszentelték a második református kisvárdai templomot, amely már megnyitotta kapuit a hívek előtt. A 130 fős gyülekezet befogadására alkalmas templomot 3 év alatt építették fel, és 134 millió forintba került. A tervek szerint nem csak Isten tiszteleti alkalmaknak, de különböző kulturális közösségi eseményeknek is otthont ad majd az új templom. 19 évvel ezelőtt alakítottak ki egy 50 fő befogadására alkalmas imaházat Kisvárda vasúton túli területén a Tátra utcában. Kormos Csaba lelkipásztor úgy fogalmazott, már azzal is egy régi álom vált valóra, de idővel megfogalmazódott az igény egy új templom építésére is. Régtől fogva vágya volt az itt élőknek, hogy ne kelljen a belvárosi templomban közel 3 kilométer gyalogosan vagy kerékpárosan közlekedni az istentiszteleti alkalmakra, még abban az időszakban, amikor a felüljáró nem készült el, akár vállalva, hogy hosszú időt várakoznak, sorompó előtt állva, nehezen eljutva pontosan az istentiszteletek helyszínére, tehát hogy itt ebben a városrészben is legyen egy olyan istentiszteleti helyszín, ahol ők
külön bibliórára, a vasárnapi istentiszteleti alkalmakra összegyülekezhetnek. Az imaház szomszédságában épített templom külseje a szatmárberegi templomok építészeti jegyeit hordozza. Mégis egy modern stílust képvisel és igyekszik megfelelni a kor igényeinek. Így a puritán belső terekhez korszerű hőszivattyús fűtésrendszer és mosdó is tartozik. Az úrasztalának és a szószéknek az alapanyagát adományként kapták a gyülekezet egyik tagjától. Kormos Csaba hozzátette, a tiszántúli református egyházkerület templomépítési programjának köszönhetően tudták elindítani az építkezést mintegy 70 millió forintból, amely mellé a gyülekezet önerőből 21 millió forintot tett hozzá. Később további adományokat is sikerült gyűjteni. A Magyarországi Református Egyház zsinata minden évben az október utolsó vasárnapi perselypénzét felajánlja egy olyan templom építésére, amely egyházkerületenként új templomként épül meg. 2021-ben a kisvárdai kertvárosi templom itt a Tátra utcán lett a kedvezményezett, így a Magyarországi Református Egyház gyülekezetei több mint 26 millió forinttal támogatták ennek a templomnak a megépülését. Ehhez párosult még egy német alapítvány, a Gustav Adorf Werk alapítványnak 9 millió forintos támogatása, így a második ütem is elkészülhetett. A további szükséges munkálatokra pedig a gyülekezet önrészt ajánlott fel, illetve vállalt be, hogy a templom elkészülhessen. Összesen 134 millió forintba került a templom a befejezésig. A hosszú távú tervek között szerepel a karzaton egy orgona építése is, addig ez az elektromos zongora segíti a kántor munkáját. A tágas karzaton a jövőben akár kórusok éneke töltheti meg élettel a jó akusztikai adottságokkal rendelkező épületet. A templomba 130-an férnek be, és akkor már elég zsúfoltan vagyunk, de örülnénk, hogyha minden vasárnap azt tudnánk mondani, hogy szükséges behozni pótszékeket. Hála Istennek itt a Vasonton túli térségben sok református él. Bízunk benne, hogy akik eddig is keresték a gyülekezettel való közösség lehetőségeket, azok ezt követően is fogják, sőt, az új templomnak a híre eljut minél többekhez, és vágyat fognak érezni arra, hogy eljöjjenek az istentiszteletre, részt vegyenek a gyülekezeti közösségben. A templom érdekessége, hogy a harangtoronyban nincs valódi harang, ehelyett más modern templomokhoz hasonlóan hangfalakból szól, CD-ről a harangozás, amely tehát nem átmeneti megoldás, hanem eredetileg is így elektromos működtetéssel álmodta meg a tervező és a kivitelező. Kormos Csaba úgy fogalmazott, a tervek szerint nem csak istentiszteleti alkalmaknak, de különböző kulturális közösségi eseményeknek is otthont ad majd a templom. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A húsvéti ünnep körüli hulladékszállítás kapcsán tájékoztatja a lakosságot, húsvét hétfői körzetéből április 8-án szombaton szállítja el a hulladékot. Kérik, hogy a gyűjtőedényeket a módosított ürítési napon is reggel 6 óráig helyezzék ki az érintett lakosok. Lengyel-magyar Két jó barát címmel rendeztek kétfordulós műveltségi vetélkedőt. A Lengyel-magyar Barátság napja alkalmából szervezett eseményen egy időben Nyíregyháza lengyel testvérvárosának delegációja is a megyeszékhelyen vendégeskedett. Az emléknap kísérő rendezvényén a Városi Galériában három lengyel képzőművész alkotásait ismerhette meg a közönség. Feszült csendben várakoznak a 7. osztályos diákok az eredményhirdetésre várva. A zsűri elnöke, Holmár Zoltán történész az óráját nézi, és hamarosan kiderül, melyik csapat nyerte az idei Lengyel-Magyar Két jó barát című verseny második fordulóját Nyíregyházán. Volt olyan feladat, ami városokat kellett megkeresni, az könnyebb volt, meg volt nehezebb, ahol embereket kellett felismerni. A Városházán megrendezett verseny célja a lengyel-magyar baráti viszony tudatosítása és ápolása a tanulók körében, mondta el dr. Balogh Némester Éva, a nyíregyházi Bem József általános iskola intézményvezetője. 2008-ban volt először ez a lengyel-magyar két jó barát vetélkedő, ekkor még iskolai szinten
történt ez a vetélkedő, aztán szépen kinőtte magát először városi, és 9 éve megyei vetélkedőként, és ehhez nagyon jó partnerekre találtunk, a Nyíregyháza megye jogú város, a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, és nyilván a tankerület támogatásával, és nagyon szeretjük ezt a vetélkedőt, hiszen azon kívül, hogy a különböző történelmi eseményeket tudják a gyerekek feleleveníteni ezen a vetélkedőn teljesen játékos formában, azon kívül a lengyel-magyar baráti kapcsolatok ápolásához is nagyon jó ez a vetélkedő. Nagyon-nagyon sok párhuzamot húzunk a magyar és a lengyel történelem között. Például ez a mai vetélkedő Kopernikusz és Lolka-Bolka köré csoportosult, hiszen Kopernikusz 550 éve született, és Lolka és Bolka pedig hát nyilván mindenki ismeri a lengyel rajzfilmhősöket, és ő rajtuk keresztül egészen játékos feladatokon ismerkedhettek egy kicsit a gyerekek meg, vagy adhatták át tudásukat egyrészt a lengyel történelem, a lengyel-magyar történelem párhuzamaival és a híres emberekkel, amelyek valamilyen módon Lengyelországhoz és Magyarországhoz is kapcsolódnak, vagy a világon ismertek. Az intézmény vezető hozzátette, a BEM iskola diákjai minden évben versenyen kívül indulnak, mivel náluk különösen fontos a lengyel és magyar kultúra közötti kapcsolatok ismerete. A verseny eredmény hirdetésén részt vettek a Nyíregyháza testvérvárosából érkező lengyel delegáció tagjai is, akik a városvezetéssel nem csak kulturális, de egyéb gazdasági kérdésekről is tárgyaltak. Nagyon szeretnék köszönni a meghívást, hatalmas örömmel tölt el, hogy itt lehetünk a testvérvárosunkban. Ilyenkor mindig a partneri kapcsolatok azok szóba kerülnek, nyilván nem csak a kultúra, hanem a turisztikai és egyébként egyéb pályázati lehetőségek. Most is egyébként nem csak azért jöttek, hogy díjakat adjanak át, hanem utána tárgyalni fogunk V4-es pályázatokról, hogy mit lehetne a két városnak közösen benyújtani. Úgyhogy több célunk mindig az is, hogyha ide jönnek, és az is, hogyha mi kiutazunk valahová, akkor is próbálunk tárgyalni és előre jutni a közös pályázatok ügyében például. Az alpolgármester úgy fogalmazott, Nyíregyháza számára is sokat jelent a lengyel-magyar jó barátság, hiszen a kulturális és gazdasági együttműködés mellett a turizmus szempontjából is fontos. Hogyha mondjuk a városok közötti jó kapcsolatot nézzük, akkor az is egy nagyon fontos dolog. Sok lengyel turista van itt Nyíregyházán, aki itt költi a pénzét, és itt érzi jó magát, ez is nagyon fontos. A magyar gyerekek szempontjából, akik ugye a megyéből, a vármegyéből részt vettek ezen a versenyen, pedig azért nagyon fontos, mert megismerik a közös múltat, kapnak egy olyan kulturális információ áramlatot, amely megmutatja a két nemzetnek a közös kapcsolódási pontjait. Nyilván tanulni mindig jó dolog, játékos formában meg azt gondolom, hogy a legjobb. Az első életet, de gondolom már kitaláltátok, a Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola Az első helyezést elért tiszateleki diákok értékes ajándékokkal térhettek haza. A Lengyel-Magyar Barátság napja alkalmából rendezett vetélkedő társrendezvénye pedig a Városi Galéria Pál Gyula kiállító termében folytatódott, ahol a közönség három zsesovi képzőművész alkotásait tekinthette meg. Az egészségtudatos gondolkodás fontosságára kívánta felhívni a figyelmet a Nyírség Hospice Alapítvány egészségnapja. A Continental Arénában többek között ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok, pályaorientációs kiállítás és testmozgási lehetőség is várta az érdeklődőket. Az eseményt harmadik alkalommal társszervezetekkel közösen rendezte meg az alapítvány. Mozgalmasan indultak a programok az idei egészségnapon a Nyíregyházi Continental Arénában. A Nyírség Hospice Alapítvány harmadik alkalommal szervezett nagyszabású rendezvényt ezen a helyszínen az Egészségvilágnapja alkalmából. A vállalkozó szellemű résztvevők változatos mozgásformákat próbálhattak ki a küzdőtéren, az ingyenes szűrésekre pedig idén is rengetegen érkeztek. Az egyszerűen és gyorsan elvégezhető vizsgálatok között speciálisabb szűréseket is végeztek. Nagyon jó dolog, hogy ezt rendezvényt csinálják, így az embernek nem kell menni az STK-ba vagy kórházba, itt, és nekem ez közel is van nagyon, mert itt lakunk, úgyhogy nem messze.
A tapasztalat az, hogy a népszerű ingyenes szűréseknek köszönhetően sokan egyre tudatosabban figyelnek egészségükre. Én folyamatosan odafigyelek. 156 centi vagyok, az 56 kilót nem lépem túl. Úgyhogy ez mindenképpen jót jelent. A standoknál toborzást is szerveztek az egészségügyi szakma iránt érdeklődő fiataloknak. Érdekessége mai napnak, hogy a Megyei Egészségügyi Szakdolgozói Kamara területi szervezete által is közös megszervezés kapcsán került a pályorientációs program is kivitelezésre. Ez ugye azt jelenti, és látható, hogy több standon szakképzőiskolák, a kórház, a mentőszolgálat is részt vesz, és ezzel próbáljuk egy kicsit a jövő egészségügyi utánpótlását toborozni, és egészségügyi szemléltető eszközökkel bemutatót tartani számára. Táplálkozási tanácsadással is segítették az érdeklődőket. A dietetikusok szerint jó, ha tisztában vagyunk testsúlyunkkal, és egy általános vérvizsgálat is sokat segíthet egészségügyi állapotunk feltérképezésében. Nagyon fontos egyébként, hogyha megkapjuk a labor értékeinket, akkor abból látjuk, hogy mennyi a koleszterin szintünk. A koleszterin szint az tulajdonképpen szintén egy magas koleszterin szint, egy rizikófaktornak tekinthető. Aztán látjuk a triglicerid szintet, ami tulajdonképpen a vérzsír szint. Itt nem csak arra kell figyelni, hogy ne együnk zsíros dolgokat, hanem szénhidrátot is kevesebbet fogyasszunk. Aztán ott van még a vércukor szintünk, ami szintén egy kiinduló pont, hogyha valakinek 6,1 fölött van a vércukorszintje, akkor nagyon kell figyelni arra, hogy a lassan felszívódó szénhidrátokat fogyassza. Tehát azokat, aminek alacsony a glikémiás indexe. Tehát ez nagyon fontos. Aztán még a purin érték is nagyon fontos, mert hogy a magas purin szint, az pedig a köszvénynek a rizikója. Az Egészségügyi Világszervezet 1949-ben nyilvánította az egészség nemzetközi világnapjává április 7-ét. A 2023-as világnap mottója: egészséget mindenkinek. Az NB1 26. fordulójának záró mérkőzését játssza a kisvárdai futballcsapat. A tabella 6. helyén álló várdaiak vasárnap a 8. Zalaegerszeg otthonában lépnek pályára. A forduló további párosítása a következő: Mezőköves DVSC, Puskás Akadémia Kecskemét, MOL Fehérvár FC Újpest, Paks Ferencváros és Vasas Budapest Honvéd. A szezon legfontosabb 10 mérkőzése előtt áll a Hüvnel Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák mindössze 2 győzelemmel az utolsó helyen zárták az alapszakaszt, így 5 csapat társaságában az alsóházi rájátszásban folytatják. Az első találkozón szerdán Pakson lép pályára Darko Radulovics együttese. Nem úgy alakult a bajnokság eddigi szakasza a kék cápák számára, ahogyan azt a játékosok, a vezetők és a szurkolók elképzelték. A csapat sorra szenvedt el a vereségeket, menet közben edzőt cseréltek, több játékostól elköszöntek, így persze érkeztek új kosarasok is. Bár több meccsen is csak minimális vereséget szenvedett a Nyíregyháza, mindössze 2 győzelmet sikerült begyűjtenie. A Honvéd ellen idegenben, a Kecskemét ellen pedig hazai pályán nyert Darko Radulovics együttese. Teljesen új csapattal álltunk neki a bajnokság második felének, több légióst is cseréltünk, voltak távozók, voltak érkezők, és ugye vezetőedző poszton is váltás történt. 2 győzelmet sikerült szerezni ebbe az összeállításba, amivel azért nem lehetünk elégedettek. Elég sokáig még volt matematikai esélyünk, hogy meg tudjuk előzni esetlegesen a Honvédot vagy a Szegedet, de nem sikerült. Viszont úgy kezdett összeállni a csapat, amit szerettem volna én is, illetve a szakmai stáb látni az utolsó mérkőzésekre, de sajnos ez nem párosult győzelemmel. Hiába vezettünk Zalaegerszegen 17 ponttal, hiába vezettünk 20 ponttal Szegeden, illetve hiába játszottunk 2-szeres hosszabbítás Sopronnal, nem sikerült nyernünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy most már csak a győzelem hiányzik. Ez az utolsó 10 meccs pontosan alkalmas arra, hogy hozzuk azt, amit várnak tőlünk. Az ügyvezető szerint nagyon fontos, hogy a folytatásban valamennyi játékos a szakmai stáb rendelkezésére álljon. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy egészségesek maradjunk. Ugye a Sopron ellen is -1 légióssal tudtunk fölállni. Erik Kopsznak volt egy influenza megbetegedés, amiből most kezd kijönni, illetve Pipirász is megsérült a 3. negyedben. Hál' Istennek az ő sérülése sem komoly, úgyhogy a mai holnapi nappal már teljes fedélzettel, teljes játékos állományjal tudunk edzeni. A legfontosabb, még egyszer mondom, hogy maradjunk egészségesek, és ez a keret, ami már adott, és nem fog változni, hiszen ilyenkor már nincs lehetőség semmilyen változtatásra. Azért hoztuk meg ezeket a cseréket, mert úgy gondoljuk, hogy jobb lett tőle a csapat. Én azt gondolom, hogy ezt bizonyítottuk is, de most már bizony nyerni kell.
A tabella első 8 csapata kieséses rendszerben játszik tovább. A 9. helytől lefelé végzett 6 együttes, az Atomerőműese, a Kaposvár, az Oroszlány, a Szeged, a Budapesti Honvéd és a Nyíregyháza eddigi eredményeit törlik. A csapatok a helyezéstől függően 6, 5, 4, 3, 2, illetve 1 pontot kapnak. Én úgy vélem, hogy nem véletlen a tabella, és nem hazudik a tabella. Ez az alsó 6 csapat, ez a leggyengébb 6 csapat a mezőnyben. Értelemszerűen egy picit kimagaslik belőle a 9.-10., de nem mondanám azt akár egy Paksra, akár egy Kaposvárra, hogy verhetetlenek, hiszen láttuk, hogy milyen mérkőzéseket játszottunk velük, 5 ponton belüli vereséget szenvedtünk többször is, és nem tudnék prioritást mondani. Persze a Honvéd az, aki a legfőbb ellenlábasunk ebbe, hiszen ők vannak egy győzelemnyire tőlünk, viszont mindenki ellen úgy kell kimenni a pályára, nyerni kell. És ha matematikailag 10 meccsből 5-öt megnyerünk, akkor azt gondolom, hogy sikerülhet a bennmaradás, de ehhez kell a többi csapat is. Viszont nekünk minden mérkőzést meg kell nyerni ahhoz, hogy a végén elérjük a céljunkat. A rájátszást jövő szerdán Pakson kezdik a Cápák, majd Szegedre utazik a csapat. Az első hazai mérkőzésen április 19-én a Kaposvár ellen lép pályára a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Nagypéntek van, Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének emléknapja. A katolikus egyház nagypénteken szigorú bőt megtartását kéri a hívektől, a görög katolikusok ilyenkor sírbatételi vecsernyét tartanak. A Nyíregyházi Egyházmegye a Szent Miklós Székesegyházban tartja központi szertartását, Mária Pócson pedig zarándoklattal emlékeztek meg Jézus Krisztus kereszt haláláról. Új református templomot szenteltek fel Kicsvárdán. A Tátra utcában épült templom, ezzel a második református templom a református többségű városban, amely az imaház közvetlen szomszédságában várja a híveket. Az építkezés 2019-ben indult, és mintegy 134 millió forintba került. A lengyel-magyar barátság alkalmából tartottak műveltségi vetélkedőt Nyíregyházán, ahová a vármegye iskoláiból érkeztek csapatok, hogy összemérjék tudásukat. A verseny célja a lengyel-magyar barátság tudatosítása és ápolása volt. Az ünnepnap kísérő rendezvényeként lengyel képzőművészek alkotásaiból nyílt kiállítás a Városi Galériában és a Págyula teremben. Április 7-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hírösszefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel várjuk majd Önöket. Megköszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a húsvéti ünnepeket, viszontlátásra! Szombaton erősen felhős, illetve borult lesz az ég, több helyen előfordulhat eső, záporeső, a hajnali órákban néhol havas eső is lehet. Délutánra 5 és 7 fok közé melegedhet fel a levegő. Vasárnap közepesen vagy erősen felhős idő várható, szorványosan valószínű eső, zápor, a hegyekben havas eső is előfordulhat. Délután 8 és 10 fok körüli maximum hőmérséklet várható.